Erdélyben ritkán és bátortalanul beszélünk a holokauszt civilizációs traumájáról. A tények nyílt feltárása, a korszakkal történő őszinte szembenézés, a kollektív felelősségtudat felvállalása még várat magára. Ennek a folyamatnak az első lépése a túlélőkkel való találkozás, az ő történetüknek a befogadása. A haláltáborokban megélt szörnyűségekről nehéz beszélni, de még akadnak, akik vállalják. Tulajdonképpen én az utolsó 15 évben kezdtem én erről beszélni, és legelőször, mikor beszéltem, a közösség előtt volt, mikor a unokám második osztályos volt először. Meghívtak, mikor van a holokauszt, mikor kezdődött, mikor már többet kezdtek beszélni róla minden. Akkor elhatároztam azt, hogy ahhoz, hogy valamit tudjak tenni, emlékezni kell és emlékeztetni kell. Ha mi nem visszük tovább, ami történt ez az idő alatt, akkor minden megszűnik. Márkelemér Maros megyében Sóváradon született. 1944-ben deportálták, 17 évesen. Bejöttek a csendőrök, és az egész családot összegyűjtött, és azt mondták, hogy egy óra áll rendelkezésetekre, hogy szedjetek össze, ami van, mert elviszünk. A legnagyobb elképzelhetetlenség, hogy soha senki közülünk nem kérdezte meg, hogy hova visznek, miért visznek. Ez nekem máma a legnagyobb kérdésem, ami a fejembe forog, a holokauszt, ez a másik rész, és már senki az égvilágán nem ellenkezett. Összesen 7550 ember gyűlt össze Marosvásárhely és környékéről, és ez három csoportba elszállítottak minket Auschwitzba, vagonokba, marhavagonokba, egy vagonba betettek 75 embert, és a felszerelés az itt. Az egész felszerelés egy veder hideg víz, másik veder a szennyes víz, aki valakinek kellett csinálni, elintézni a magánügyeit. Zoltánt és családját először Szamosújváról, majd a kolozsvári téglagyárból ültették marha vagonokba, hogy Auschwitzba szállítsák. A táborba érkezés első pillanataiban már megkapta a neki jutó karszámot, melyet mai napig is bőrén visel. Én kaptam Auschwitz 10.919, és a bátyám kapta 10.920. Innen arra, erre a számról kaptál egy nadrágot, egy blúzot, adtak facipőt, adtak valami zoknifélét. Ezután már nem volt se neved, se országod, nem érdekelték semmit. Tehát úgy ment a választás el, hogy nem tudom mondjam, hogy nem lehetett elbeszélni. Egy percek alatt történt. Te ide, csak mutattak a dújaddal, nem beszélt senki a dújaddal. És én egy bátyámmal kerültem jobb fel, és a többiek másfel. Mikor megérkeztünk, kérettük tőlük, hogy mikor találkozunk a szülőkkel. Tehát azt mondja, mit beszélsz, azt mondja? Amit meg a kéményt. Volt már Auschwitz tőled, ahol én is dolgoztam, nem volt messze Auschwitz. Én magam nem elindult, hogy ilyesmi történjen. Hát ilyesmi történjen az emberiségen. Hát ez valami borzasztó. Hát már nem is szabad beszélni. Úgy jött ki már most öreg fejjel, magunk között már nem is voltunk emberek, már még állatok se voltunk. Nem lehet elbeszélni, hogy mire képes az ember. Nem lehet ezt elmagyarázni, mire az a csecsemő gyereket öl meg, hogy fog meg is dobd a tűzbe. Amíg van, aki beszéljen a borzalomról, és van, aki meghallgassa azt, ha örök figyelmeztetésül állnak előttünk a három ember öltővel ezelőtt történtek, és nem engedjük múltáporosodni, akkor van reményünk arra, hogy a történelem ne ismételje meg önmagát.
ahogy Kertész Imre írja. Auschwitz óta semmi nem történt, ami Auschwitzot visszavonta, ami Auschwitzot megcáfolta volna. A holokauszt az én írásaimban sosem tudott múlt időben megjelenni.